Szép számmal összegyűltek a Tolnavár megyei Kocsola iskola épületében szombaton este. A helybéli német önkormányzat megrendezte idei svábbáját. Nemzetiségi zenekar adta a talpalávalót. A szomszéd településről érkezett kórus és az újonnan alakult tánccsoport is jelezte, mennyire fontos a német identitás, a hagyomány ápolása a kocsolai német önkormányzat és a településen élő német nemzetiségek számára. Nagyon fontos, hogy az utókornak továbbadjuk, amit őseink ránk hagytak. A svábbá nem múlhatott el soha, illetve egyetlen egy német nemzetiségi program sem múlhatott el Rosmarin nélkül, ami a németségnek egy jelképe. Ez a tisztaságot, a szerencsét, egészséget jelenti, és ma is kedveskedtünk minden megérkező vendégünknek egy szár rozmaringgal, kék szallaggal átkötve, a kék szín is a sváb nemzetiségnek a jelképe. Kiváló közösségépítő ereje van a hosszú évek óta megrendezett kocsolai svábbálnak. Baráti találkozások, családi összejövetelek helyszíne is egyben a nemzetiségi rendezvény. Testvértelepülésük is képviseltette magát. Nagyon sok elszármazott kocsola is ilyenkor visszatér a településünkre, itt tudunk velük ismét találkozni, mindig ők is nagyon nagy örömmel jönnek hozzánk, és mi is nagy örömmel fogadjuk őket. És ezt elmondhatom, hogy Hájródéval is már egy hosszú távú kapcsolatunk van, a testvértelepülésünk, és most is 15-en jöttek szintén erről a településről. Itt köszönhetjük a polgármestert, asszonyt is, és jó kapcsolatot ápolunk velük. A közel egy évtizede rendszeresen megrendezett svábbál még az 1980-as évekre nyúlik vissza. Több évtizeden át alkalmanként rendezték csak meg. Az utóbbi 9 év alatt azonban rendszeresen ápolják ezt a szép német nemzetiségi hagyományt a Tolnavár megyei kocsolán.